Folyamatosan lehet igényelni a fafűtés támogatást, akik most még kérvényezik a juttatást, 2 hónapnyi járulékot kapnának. Gyergyószentmiklósi díjazottjai is voltak az Aki tiszta vizet hordoz, az itten bátran bejöhet elnevezésű pályázatnak. A halmozottan hátrányos helyzetű, iskola rendszerből lemorzsolódott fiataloknak biztosít tanulási lehetőséget a Coming Home Egyesület. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, kérem tartsanak velünk! A szolgáltató bejelentése értelmében január 27-én pénteken délelőtt 9 és délután 2 óra között javítási munkálatok miatt áramszünet lesz a Virágnegyed déli részén, a Kultúrház felüli oldalon. Az okozandó kellemetlenségért a fogyasztók türelmét kéri a szolgáltató. Még mindig lehet igényelni a téli hónapokra járó fűtés támogatást. Jelenleg 369-en jogosultak a juttatásra, de ez a szám folyamatosan növekszik, hiszen minden hónapban érkeznek új támogatást igénylő kérések a polgármesteri hivatal szociális osztályára. Amint arról már többször beszámoltunk itt a Fénytelevízióban, a 2016-2017-es fűtési idényben is igényelhettek fa, illetve távfűtésre támogatást a kis jövedelemmel rendelkező családok. Utóbbi esetében a jogosultak számlájának értékét már csökkentették a pótlék százalékával, a fafűtéses támogatást igénylők pedig január közepén vehették át a nekik járó összeget a teljes idényre, vagyis 2016 novembere és 2017 márciusa közötti időszakra. Ezt a típusú támogatást 345 kérvényező számára hagyták jóvá, és azokat a családokat érinti, akik nem jogosultak szociális segélyre. Idén 369 gyergyószentmiklósi, köztük családok és egyedül élő személyek jogosultak a fafűtéses támogatásra. Ez a pótlék jóval kisebb, mint a távhőszolgáltatás esetében megítélt állami támogatás. Az érintettek háztartásonként havonta 16 és 54 lej közötti összeget kaphatnak. Összesen 64.270 lejt osztanak szét a jogosultak között. Érdemes tudni azt is, hogy amennyiben valakinek az elkövetkezőkben jövedelmi vagy család összetétellel kapcsolatos változás áll be, ezáltal pedig jogosulttá válik a támogatásra, igényelheti azt. Ebben az idényben eddig tehát 369 háztartás számára lett jóváhagyva fafűtésre támogatás. Ez a szám 15-tel tovább bővült a januári hónapra. Mindazok, akik február 20-áig leadják a kérésüket, és bebizonyosodik, hogy jogosultak a támogatásra, a februári és márciusi hónapra még megkaphatják a juttatást. A pótlékra azok a családok jogosultak, akiknél az egyfőre eső jövedelem nem több, mint 615 lej. Az egyedülálló személyeknél ez a plafon 1082 lejt jelent. Azonban nem csak a küszöbérték az egyetlen szempont, amelyet figyelembe kell venniük a kérvényezőknek. A feltételekkel kapcsolatosan a szociális iroda munkatársainál lehet érdeklődni. Január 25-éről január 27-ére hosszabbították az adóbevallások leadási és az adókövetelések kifizetési határidejét, tájékoztatta a kormány tegnapi közleménye. A közlemény szerint a döntést egy sürgősségi kormányrendelettel hozták, mert a január 25-i leadási határidőt 4 egymást követő ünnepnap előzte meg, ezért sokaknak nem volt alkalma az elmúlt napokban rendezni ügyeiket. Megtekinthető a Csíkszeredai megyeháza földszinti kiállító terében annak a fotói és rajzpályázatnak az anyaga, amelyet a Hargita megyéért egyesület hirdetett a tavalyi év végén. Az, aki tiszta vizet hordoz, az itten bátran bejöhet elnevezésű pályázatra, székelykapukat, illetve székely motívumokat ábrázoló munkákat vártak. A rajzpályázat nyertesei között gyergyószentmiklósi külön díjasok is vannak. A pályázat az egyesületnek azt a tevékenységét is népszerűsíti, amelynek keretében Hargita megye tanácsával közösen a székelykapuk mentésén, felújításán dolgozik. A pályázatra 192 rajz és 198 fotó érkezett, gyerekektől és felnőttektől egyaránt. Ezekből a kiállítást január 20-án nyitották meg, illetve díjazták a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt munkákat, valamint a közönség kedvenceit.
Az eseményen Bíró Barna Botond Hargita megye tanácsának alelnöke elődeink értékteremtő munkájáról beszélt, amikor felhasználták a természetben fellelhető elemeket, mint például a kő, a fa. Ennek nyomán maradtak fenn a székely kapuk is, amelyek motívumaikban hordozzák elődeink sorsát, elmondják, hogy kik vagyunk, illetve hogy milyen irányba kell haladjunk, fogalmazta az alelnök. Értékteremtésnek nevezte a kiállított munkákat is, hiszen ezek a székelykapukat, motívumokat egy bizonyos pillanatban örökítették meg. Azt mondta az alkotóknak, hogy ezután is járjanak nyitott szemmel. A rajzok elbírálásáról Fülöp József képzőművész beszélt, a fotók kiválogatásáról pedig Jokom Zsolt fotós. Mint elmondták, az utóbbi idők egyik legsikeresebb pályázata volt, rengeteg kiemelkedő alkotás érkezett, amelyeket több alkalommal szelektáltak. Tussal készítettem, vízzel összemostam a vonalakat, és ilyen szürke arnyalatok lettek belőle. Hol van a kapu? Ezt nem tudom, ezt a fejemből. Igen. Van valahol nagyszüleidnél ismerős, valahol egy kapu, amelyik esetleg ezt ihlette? Hát igen, a nagyszüleim testvéreinek, mindenkinek van ilyen kapuja. És szoktad figyelni, vagy érdekel egyáltalán ez a téma? Igen, főleg kisebb koromban megfigyeltem a kapukat, meg a mintázatokat, és nagyjából ebből raktam össze ezt is. Ez a kapu eredetileg úgy készült, hogy az én kedvesem Bánkfalvi, és akkor mivel, hogy szeretnék, és hát, hogy szeretnénk inkább ott élni, ezért inkább ott céloztam meg a helyet, hogy ott fényképezzem le a székelykapukat, és ő segített, hogy kiválasszuk, hogy melyiket is fényképezzük le. Így indult az ötlet. A rajzpályázat nyertese a 7. osztályos székelyudvarhelyi Jakab Angyalka Jászmin. Külön díjasok a 15 éves Orosz Dorottya Gyergyőszent Miklósról, az 5 éves Dobrán Bianca Maria szintén Gyergyőszent Miklósról, és Máté Balázs a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Liceum 9. osztályos diákja. A közönség díjat Miklós Dorka kapta, a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre szakközépiskola diákja. A fotópályázat nyertese Babuta László Dóra, külön díjasok Vitos Hajnal, Molnár Szabolcs Alsósófalváról és Karda Hunor, a Csíkszentdomokosi Márton Áron iskola 5. osztályos diákja. A közönség kedvence a csíkszeredai Ercse Edit fotója volt. A díjakat Bíró Barna Botond adta át. A rendezvényen levetítették az Egyesület megbízásából készült Székelykapuk nyomában című kisfilmet. Sok gyerek kimarad az általános iskolákból. A Coming Home Egyesület a második esély nevű programmal a halmozottan hátrányos helyzetű iskola rendszerből lemorzsolódott fiataloknak biztosít tanulási lehetőséget a Marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola keretén belül. A fiatalok iskolából történő kimaradása elsősorban hátrányos szociális körülményeikből adódik. Csöbi Olga szociális asszisztens elmondta, az osztályba olyan gyerekek járnak, akik hátrányos helyzetű családokból származnak. Ők nem jártak iskolába sem, mivel nagy részüknek a háztartási teendőket kellett ellátniuk, amíg a szülők a szeméttelepen dolgoztak. 4 évvel ezelőtt kezdtem járni ki oda hozzuk. Először egy családot meglátogattam, és akkor láttam, hogy vannak ilyen helyzetben gyerekek, akkor az egyik kislány, aki most itt van, 9 éves volt, és több kisgyerek testvérét rendezte, takarított, főzött a házban, ez nagyon megható volt nekem. Akkor megtudtam, hogy több ilyen helyzetben lévő gyerek van, és úgy döntöttem, hogy foglalkozni fogok velük. Hetente 3-szor jártam ki hozzuk, tanítottam írni, olvasni. Az elején úgy kezdtük, hogy még asztalunk, meg székünk sem volt. Most már egy szép meleg osztályban vagyunk. Maga a program már régóta működik az iskolánkban, viszont csak az idei tanévtől működik ilyen rendezett körülmények között, azaz délelőtti oktatásban és úgymond megfelelő szakemberekkel. Erre mindig is volt igény, sőt, vannak évek, amikor többszörös új jelentkezés van ezekre a helyekre. Az idén is volt új jelentkezés, viszont sajnos csak 20 főt tudunk fogadni a magyar tagozatra és 20 főt a román tagozatra. Az iskolában egy könnyített tananyagot adnak le a pedagógusok. Fő céljuk, hogy a gyerekek írni, olvasni és számolni is megtanuljanak. Ott jártunkkor a színek angol megnevezését tanulták. Yellow. Blue. Black. Black. Black.
White. Ennél a korosztálynál már egy 5-6-os tananyag kellene, tehát már szövegértés, szövegalkotás lenne, és mi ehhez képest még betűket tanulunk, még összeolvasni tanulunk, matematikából is már szorzás, osztás jóval nehezebb egyenletek megoldása, és mi még mindig összeadni, kivonni tanulunk. A szakemberek szerint sok fiatal a tankötelezettségi kor vége előtt kimarad az általános iskolából vagy a középfokú oktatásból. Ennek az egyik súlyos következménye az lesz, hogy szakképzettség nélkül a munkaerőpiaci beilleszkedésük, foglalkoztatásuk gyakorlatilag lehetetlenné válik. Ez a sokszor halmozottan hátrányos helyzet a képzetlenség és az alacsonyfokú iskolázottság következtében tovább romlik, és ez mind az egyént, mind a családot tragikus élethelyzetekbe kényszeríti. Két egymást követő napon, január 23-án és 24-én két közúti baleset történt Gyergyószent Miklós környékén. A két szerencsétlenség azonos okból kifolyólag következett be, az útviszonyoknak megfelelő sebességbe nem tartása miatt csúsztak meg autójukkal a sofőrök. Az első baleset Zetelaka és Gyergyószent Miklós között volt, egy bal kanyarban sodródott ki a 23 éves székelyudvarhelyi férfi által vezetett autó, és neki ütközött egy hídnak. A baleset helyszínéről elhajtott a fiatal, azonban később sérülései ellátásáért felkereste az udvarhelyi kórházat. Január 24-én egy románi, 33 éves férfi Maroshévízre tartott, amikor Ditróban egy veszélyes jobbkanyarban nem csökkentette a sebességét, emiatt pedig lecsúszott az úttestről és felborult. A balesetben a férfi könnyebben sérült, az autón pedig 5000 lejes kár keletkezett. Mindkét esetben folyik a vizsgálódás. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett rendezvények sorában január 23-án Domokos Pál Péterre emlékeztek a Kájoni János megyei könyvtár előadó termében. A Csíksomjon született neves néprajzkutató, a csángók történetének, kultúrájának fáradhatatlan kutatója halálának 25. évfordulója adott alkalmat a megemlékezésre. Domokos Pál Péterre emlékezve címmel Halász Péter néprajzkutató tartott előadást, a neves előtthöz kapcsolódó személyes élményeit felidézve. A megemlékezést teljesebbé tette a néprajzkutató életét és műveit felidéző fotó és dokumentum kiállítás, valamint egy róla készült dokumentumfilm is. Timár Karina, a Csángó tovább tanuló közösségének tagja, előadásában moldvai csángó népdalok hangzottak el. A csángókkal kapcsolatban nem vagyok optimista egyáltalában, mert szegény csángók magukra vannak hagyva. Ami történik velük, ami megvalósult eddig, hogy van néhány faluban, 20-valahány faluban ilyen fakultatív iskolán kívüli magyar oktatás, az kevés gyermeket ér el. A pedagógusok nem igazán vannak jól megfizetve, nem lehet úgy elvárni tőlük, hogy ne csak tanítsanak, hanem neveljenek is, hogy ne csak írni, olvasni, és esetleg még énekelni, vagy imádkozni netán tanítsák meg szegény csángó gyermekeket, hanem a hagyományaikra is, a szüleiktől örökölt dolgoknak az értékére is fölhívják a figyelmüket. Úgyhogy én nem hiszem, hogy a moldvai csángók jelentős mértékben fent tudják tartani a anyanyelvű kultúrájukat. Domokos Pál Péter valóságos vándorapostol módjára járta be a moldvai falvakat és gyűjtötte az ottan élő magyarságra vonatkozó társadalmi és néprajzi anyagot. Írta róla a kortárs tudós Szabó T. Attila. Csángó népzenei gyűjtésének kiadása mellett munkássága jelentős a magyar zenetörténet számára is. A 18. századi magyar zenei emlékek
kéziratos források felkutatása és feldolgozása terén. Szerte ágazó tudományos munkásságának egyik jelentős eredménye az Édes hazámnak akartam szolgálni című kötet, amelyben dallamokkal kiegészítve adta ki újra Kájoni János Canzionale Catholicum című híres egyházi énekeskönyvét és Petrás Ince János Tudósítások című munkáját. Rendületlenül címmel könyvet írt Márton Áron püspökről. Azt se tudtam, mi az a csengő. Szóval vannak itt majd faluk, ahol magyarul beszélnek. És mikor visszamentem Magyarországra, elmentem a könyvtárakba, hogy lássam, hogy kik is ezek, és akkor láttam, hogy az én Domokos Ádám barátom édesapja írta a legtöbb könyvet a moldvai csángókról. És akkor elmentem hozzá, és innen már nem volt visszaút. Domokos Pál Péter meg ugye szerint azért ment ki, mert olvasta Bartók Bélának a magyar népdalról szóló könyvét, amelyiknek a 8. oldalán az volt leírva, hogy már minden magyar népcsoportnak ismerjük a népzenéjét, kivéve a bákó környékén élő csángókat. Nem feledkezhetünk meg a székely népet a saját értékeire ráébresztő tevékenységéről, Csíksomlyóhoz és Csíkhoz kapcsolódó munkásságáról, a helyi népviselet és hagyományok felélesztésében vállalt szerepéről sem. A tennivalókban mindig azt kereste, amivel szűkebb és tágabb hazájának leginkább használni tud. A program szombaton Brassóban vendégszerepel, és a meccsre természetesen elkísérik a szurkolók is. Az utazásra autóbusz indul 14 óra 30 perckor a Gyergyószent Miklósi Kultúrháztól. Egy személyre az út 40 lejbe kerül. Az utazásra Gergely Imrénél lehet jelentkezni a 0740 288 772-es telefonszámon péntek estig. Ugyancsak lehetőség van erre a jégpályán a program irodájában naponta 9 és 14 óra között. 2017 velünk a bőségéve hirdeti az Új Kelet ma megjelent legfrissebb kiadásában. Az erről szóló írásból részletesen elolvashatják, mit kell tudjanak azok, akik részt szeretnének venni a nagyszabású nyereménypályázaton. Olvassák és játszanak a színes heti lappal. Lapszemlén következik. Súlyos baleset történt a gyilkostól közelében. Gyergyószent Miklóson bűnvádi eljárás indult egy 18 éves fiú ellen, közlik az Új Kelet legfrissebb kiadásának címoldalán. A színes hetilapban bemutatják azokat a szerencséseket, akik az elmúlt évben a szerencsepecsétes játéknak köszönhetően összesen 2016 lejt nyertek. A pályázat idén is folytatódik, a kitartó, hűséges olvasók hétről hétre ki kell ollózzák a szelvényeket, és az idei kettes számú Új Kelet 15. oldalán található űrlapra ragasszák. Ez a lapszám megvásárolható az ügyfélszolgálati irodában. Több nyugdíjasokat érintő változásról is beszámolnak a színes hetilapban, amelyből kiderül, hogy továbbra sincs megállapodás a fűtésszolgáltató és az önkormányzat között, de akár 2 milliárd 500 millió forintot is követelhet az ISZTÁR. Létrehozták a Gyergyószent Miklósi távhőszolgáltatót, a képviselőtestület több határozattervezetet is elfogadott, ami a márciusi szolgáltatás átvételhez szükséges. Gyergyó Remetén az elmúlt évre tekintettek vissza, mentőautót kapnak az önkéntes tűzoltók, hármas közlekedési baleset történt Ditró területén. Mindenről részletesen írnak az Új Kelet legfrissebb kiadásában. A sportkedvelők részletes beszámolókat találnak a jégkorongbajnokságok eseményeiről, valamint a progimnál történt edzőváltásról is olvashatnak. Kiollózható az Új Kelet olvasottsági térségén áthaladó Bukarest irányába, illetve a fővárosból induló személyszállító vonatok december 9-éig érvényes menetrendje is. A felsoroltak mellett számos hasznos tudnivaló, részletes televíziós műsor melléklet, apró hirdetések, időjárás előrejelzés, viccek és horoszkóp található a színes hetilapban. Ezek voltak már a híreink, köszönöm figyelmüket, szép estét, a viszontlátásra!